A legnagyobb zarándok hely a Szent
szent föld volt. Akik csodásan meggyógyultak, ott hagyták a csoda bizonyságára botjukat, mankójukat, majd a későbbiekben ortopéd cipőiket, szemüvegeiket. Szintén csodás gyógyulások vagy ima meghallgatások bizonyítására a templomokban, a falakon vagy festményeken ábrázolták a csodákat. Így módon számos templomban vagy kolostorban találkozhatunk csodákat ábrázoló képekkel. A csodák ábrázolásakor általában a veszély felett fényben megjelenő Szűz Máriával és a kis Jézussal jelezték a csoda isteni eredetét. Lefestették, amikor a Szűz Anya megmenti valakinek az életét, amikor megóvja övéit az árvizektől, vagy más természeti csapásoktól, vagy amikor egy szentnek megjelenik ima közben. Csodákat azonban nem csak képeken örökítettek meg. Sok templomban hálatáblák jelzik, hogy ima meghallgatás történt. A márványtáblákon kívül több helyen arany, vagy ezüst fogadalmi és hálatárgyak ékesítik az oltárt, amelyeket olyanok adományoztak, akik megkaptak Istentől valamit, amit imájukban kértek. Mivel a látnokok üzeneteket kapnak a jelenés által saját maguk, mások vagy az egész emberiség számára. Vannak olyan látnokok, akik nem látják a jelenést, csak belső lelki hangokkal érzékelik az égiek üzeneteit. És vannak olyan látnokok is, akik extázisban ugyanúgy látják például a Szűz Anyát, mint a Földön bárkit. Ezek a jelenések mindig egy Isten által meghatározott helyen és időpontban történnek. A látnokok extázis alatt nem érzékelik a földi fájdalmat vagy ingereket. Akikkel csoda történik, tanúbizonyságot tesznek a többi ember előtt Isten nekik ajándékozott kegyelméről. A hitem gyógyított meg, mert már nem bírtak volna rajtam segíteni. Így élek már 70-ben voltam olyan nagy beteg, és már azt mondták, hogy tüdőrákon van, és Szűz Anya kézzel kétterrel gyógyított meg, úgyhogy láttam a Szűz Anyát. Zsán Fretel a nevem, 78 éves vagyok, 1948-ban gyógyultam meg, 1948. október 8-án. Hasártya tuberkulózisom volt, magvér gyulladással kezdődött, majd a tuberkulózis áttételessé vált, a csontozatra, a fogazatra, míg végül a gyártyára. 13 alkalommal operáltak, és 3 hónap, 8 napot voltam teljes kómában, élet és halál között. A Föld számos pontján ma is történnek csodák. Legyenek a csoda helyszínei egymástól bármilyen távol, történhetnek hasonló esetek. A csodák egy része bizonyos kegytárgyakon válik láthatóvá. Ezek a csodák bárki számára láthatók és érezhetők, akik a csoda pillanatában a helyszínen vannak. Számos helyen a Szűz Máriát vagy Jézust ábrázoló szobrok könnyezni kezdtek. A könnyeket laboratóriumokban megvizsgálták, és megállapították, hogy igazi könnyekről van szó. A szobrok könnyezését, sírását, az emberiség által elkövetett bűnök következményének és az égiek bűnök miatti szomorúságának tartják. Könnyező szobrokkal találkozhatunk Németországban, Franciaországban, az Egyesült Államokban, Kanadában, Spanyolországban, Palesztínában és Olaszországban.
Olaszországban. Világszerte sok fényképfelvétel készül csodákról, amely képek önmagukért beszélnek. Ám a zarándokok többsége nincs felkészülve a csodára, és meglepetésszerűen éri, amit lát. Gyorsan lefényképezik az eseményt, de a kép nem mindig sikerül jól, hiszen ha éppen kevés a fény, nem fog látszani a képen minden fontos apró részlet. Csodákról azonban nem tudják érzékeltetni azt az atmoszférát, azt a szeretetet, azt az áhítatot, amely körülveszi a fényképező személyét a csoda megtörténtekor. Ennek érzékeltetése nem is a fénykép feladata. A csodás események szemtanúi szóban fejezik ki az ott átélt állapotot. A kettő együtt sokkal alkalmasabb arra, hogy bizonyítsa az esemény valódiságát. Vannak olyan búcsújáró helyek, amelyeken ma is rendszeresen történnek csodás gyógyulások és események, amelyeket akár le is fényképezhetnek az ott jelenlévő hívek. Vannak olyan zarándok helyek is, ahol látványos csoda nem történik, de a hívők imádságai általában meghallgatásra találnak. Más földrészeken is megtörténik. Indonézia a föld olyan pontja, ahol a legtöbb szobor elkezdett könnyezni. Az indonéz szigeteken mintegy 200 szobor kezdett véres könnyeket hullatni. Itt nem csak a szűzanya és Jézus szobrok könnyeztek, hanem Szent Józsefet és más szenteket ábrázoló szobrok is. Könnyező szobrokkal találkozhatunk még Olaszországban, Japánban, Koreában, Spanyolországban, Németországban, Palesztinában, Lengyelországban és Franciaországban is.
Szent János halálával lezárult. Ezt az isteni kinyilatkoztatást mindenkinek kötelessége elhinni. A csodás magán kinyilatkoztatásokat viszont nem feltétlenül köteles elhinni mindenki. Az üdvösség enélkül is elérhető. A magán kinyilatkoztatások jövendőléseket tartalmazhattak, vagy pedig az általános kinyilatkoztatás igazságait magyarázzák meg, és teszik kézzelfoghatóvá, és a mai időkre alkalmazzák azokat. A valódi és hamis jelenések megkülönböztetése lehetséges, de nem könnyű. Ahol Isten jelen van, ott közel van az ördög is, hogy megpróbálja eltávolítani a lelkeket Istentől. Próbálkozhat néha a hamis jelenésekkel is, amikor ezt Isten megengedi neki. Az egyházi hatóságuk ezért a csodák ügyében különös elővigyázatossággal kell, hogy eljárjanak. A környező szobrokon kívül számos egyéb helyen is látható csoda történik a Földön. Amikor egy fényképész a tabernákulumot fotózta, a képén Jézus arca vált láthatóvá. Heisenbergben Isten angyala a kereszt lenyomatát hagyta a fűben, amely több mint 40 éve megvan. Heisenbergben egy szentostya alakú fény jelent meg a fa előtt, ahol a jelenések voltak. Napcsoda történt, amelyet tudósok is vizsgáltak, de megmagyarázni nem tudtak. Nagyjukban, szentáldozáskor a látnok Júlia szájában vérezni kezdett a szentostya. A lengyelországi Olavában a kereszten lévő Jézus szobor vérezni kezdett. Többször is megismétlődött a napcsoda. Keep it.
szűzanya alakja jelent meg halványan a kereszt felett. Felvételkor az ég teljesen kék volt, Szent Misa alatt átváltozáskor a napban
fényképeztek. A képről egy látnok így nyilatkozott. A szűzanya a képcsíkban volt jelen, a körök a nap körül, mint szent angyalok voltak, akiket a mi szemünkkel nem láthatunk. Sem láttak rajta. Thank you.
a Szentföldön, a Lazarus templomban 1993. október 29-én egy zarándok misén szentségi áldáskor készült a kép. Az előhívott képen egy szűzanyaképlet látható. Francia apáca kérte a szűzanyát, hogy adja jelet, hogy ő valóban megjelent a San Damianóban, mert a kolostorban sem a pap, sem a többiek nem hisznek megjelenésében. Lefényképezte a San Damianói Madonnát, és ezt a képet kapta előhíváskor. Misztikus fénykép. Cseh zarándoknő sajnálkozva nézte a késsel megrongált Jézus képet és lefényképezte. Ezt a képet kapta. A képet szakértői vizsgálatoknak vezették alá, és bebizonyosodott, hogy a kép valódi, sem kémiai folt, sem filmhiba nem okozhatta a jelenséget. A misztikus képen egy német látnoktő és szenvedő lélek látható. Május 31-én Pater Spice templomában konzulált a nővér a szentségi áldás alatt fényképezett. A képen Pater Spice mögött egy kerek forma lett látható, ami a valóságban nem volt ott. Az oltár melletti kép erős illatot árasztott és olaj csepegett róla. Nagyjuban egy fénykép felvétel a nap irányába. Az égtele felhőkkel a látnok Júlia felismerte a kép aloldalán Jézus arcát, homlokor és ajak, a sötét kék égből világosabban kiemelkedik bal oldalon egy pátriárka, Ábrahám arca, jobbra Mária arca. Rózsamisztika matrica, amelyet 1998. július 14-én fényképeztek le. A kép állandóan változtatja a színét, véres sötétedővé, kegyelemben élő hűséges szolgálja a Szent Szűznek, azt mondta a képről, az elváltozás az egyre nehezedő időket jelzi. A kép 1991. júliusában készült a Fontenellei keresztnél.
tipikus kép a németországi hét zarándok helyen. Olaszországban, a Tipádi Avellinóban a torinói lepelképe vérezni kezdett. Lengyelország Polaba. Táplán Thomas homlokán fénykereszt lát láthatóvá. Ti szabad köművesek vagytok azok, akik nekem a tüskéket a fejembe nyomjátok, mondta egyszer Páter Pió egy szabad köművesnek, aki őt lefényképezte. Amikor előhívta a képet, megdöbbent és megtért az illető. Lövés érte, ezt a fényképet készítette róla egy közelében lévő személy. Thank you.
készült fényképen a pap felett a Szent Család képe jelent meg. Hitüket, és iránta érzett szeretetüket.